Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Heti Kortárs, a Heti TV kulturális magazinja. Van egy kedvenc idézetem, amelyik úgy hangzik, hogy minden összetett problematikának van egy mindenki számára érthető, egyszerű és hamis megoldása. Ezt azért mondom most el, mert a kortárs szénában elhangoznak bizonyos megoldások, ami úgy célozza ezt az előrelépést, hogy az állam adjon több pénzt, meg ne legyen MMA, meg legyen 5% az áfa. És én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal összetettebb problematika, amiről nagyon sokat kell beszélni, és nagyon fontos ennek kapcsán a megértés. És ezt a megértést, ezt mi évek óta feszegetjük itt a Kortárs Műgyűjtő Akadémián. Egy kicsit ugye láthatják, hogy itt én is egy kicsit ilyen CCS színeket vettem fel ma. És vendégem, mai vendégem, akivel most együtt dolgozom, Kertész László. Szeretettel üdvözöllek. Én is szeretettel üdvözlöm a nézőinket. És egy kicsit szeretném fölvezetni azt, hogy ez egész ez hogy alakult ki, mert ezzel kapcsolatban is a megértés az nagyon fontos, hogy ha jól emlékszem, akkor először 2012-ben találkoztunk az Art Marketen, volt egy standunk, egy szobor standunk, és akkor ott oda jöttél, és ott nagyon sokan üdvözölték, hogy van valaki, aki végre szobrokkal foglalkozik, és ha jól emlékszem, akkor még lektorátusos névjegykártyád volt. Igen, akkor még a képző- és iparművészeti lektorátus igazgatója voltam, de már kifelé állt a szekérrudam egy kicsit. Igen, erre is emlékszem. Mert hogy vége lett az intézménynek. Ez egyébként kicsit majd szerintem előjön, nem maga a lektorátus, hanem az intézményrendszernek a problémája a beszélgetésünkben. Lényeg az, hogy én rá is csodálkoztam egy kicsit, hogy itt egy őrült, aki szobrokat akar eladni, mint hogy tudjuk, hogy szobrokat sokkal nehezebb eladni, mint falra akasztható műtárgyakat, bár van ennél még nehezebb is, hogy ember installációkat akar eladni, vagy nagyisten videókat, stb. Lényeg az, hogy látom, hogy ez egy merész ember, és azt gondolom, hogy pont a te tanulási folyamatod volt az, ami aztán elvezetett később a részben az együttműködésünk, az részben a CCA-hoz. Gondolom, be kellett látnod azt, hogy ez a piac túl kicsi egyelőre a működésedhez. Így van, tehát ott évek alatt ezt a dolgot, ugye megértés szoktam mondani, hogy ez egy lassú folyamat, tehát hogy évek alatt ezt meg kellett értenem. Tehát ugye 2012-ben állítottam ki először a valóban mi Bergman galéria, szoborgaléria voltunk, teljesen tudatosan, mert ugye gyorsan akartam pozícionálni a galériát, és megkérdeztem, hogy mi az, ami nem megy. Mondták, hogy a szobor az nem megy. Na, akkor csináljunk egy szoborgalériát. Egyébként én egy kreatív ember vagyok, és ez a materiális rész, ami meg ez a térbeliség közelebb áll hozzám. És tényleg nagyon nagy örömmel üdvözölték a szobrászok, mert teljesen el voltak anyátlanodva, az volt akkor a tapasztalat. És pár évre rá Ledényi Attilával összebútoroztunk ott, és én lettem a Sculpture szobor szekciójának a főkurátora. És akkor már ugye mi együtt dolgoztunk, és Készma József volt a harmadik ebbe a teambe, akik a szakmai részt adtátok ehhez az egészet, én magáért a rendezvényért voltam felelős, és az volt az egésznek a konklúziója, hogy most már sokat hogy csináljuk. Egyre több szobrot rakunk ki, valóban a szponzorokat is érdekli, kivilágítjuk a millenárist, és hogy egy szobrot nem adtunk akkor, és mondom, hogy valamit itt nem jól működik, és valamit másképp kell csinálni, mert egy nem működő gyakorlat erőből nem lehet tolni, hanem teljesen más, újra kell fűzni azt a dolgot, és 2016-ban indult el a Kortárs Műgyűjtő Akadémia tavasszal, és erről az első kurzusról, ha megengeded, akkor bejátszunk egy kis videót. Jó, kérném szépen ezt a videót emlékeztetőként. Már az első kurzus is nagyon jól sikerült, és azóta már megcsináltunk plusz 6-ot, tehát most ugye együtt, hogy dolgozunk, most már 7-et, 8-at készítjük elő. A véleményed szerint mi az, ami az embereket legjobban visszatartja a kortárs megértésétől?
Hát vissza talán semmi nem tartja, túl kevés dolog segít, inkább ezt mondanám. Tehát ahhoz, hogy az ember, és ez nem csak a kortárs képzőészetre vonatkozik, hanem mondjuk a kortárs zenére, vagy a kortárs irodalomra, bár az irodalom a legegyszerűbb, mert mégiscsak olyan nyelvi eszközökkel dolgozik, amiket minden nap használunk, ha másképp is, kortárs színház, kortárs tánc, ezekhez eljutni mindenképpen csak valamiféle képzés, edukáció útján lehet, tehát kell egy befogadói gyakorlat, kell egy ismeret, kell egy struktúra. Igen, de egy történeti összefüggés, tehát látni kell az előzményeket is, ugye minden mű valamilyen módon az előzményeiből is épül, akkor is, ha éppen a megtagadásukból próbálja magát összerakni. Tehát ennek az ismerete nélkül nagyon nehéz befogadni, tehát itt nem a befogadókkal van probléma, hanem az edukációjukkal. Ugye részben Magyarországon nincs a kortárs művészetnek, sőt általában a vizuális művészeteknek megfelelő iskolai edukációja, de iskolán kívül is sem. Ugye azért gondolom ezt egy nagyszerű ötletnek, amikor elkezdted ezt az akadémiát, hogy azt mondtad, hogy nem, van egy tortánk, ugye, és eddig erről szólt a kortárs műpiac története, hogy mindenki próbálta újra szeletelni a tortát. Ezt és a akkor, picit. Így van, igen. És egyszer csak azt mondtad, hogy növeljük a tortát. Tehát ne az legyen a játékterepe, hogy hogyan osszuk el, hanem úgy legyen minél nagyobb a torta. Azt gondolom, hogy ez a része abszolút teli találat. Ezt köszönöm, de inkább arra terelném a szót, hogy számomra is megdöbbentő volt, hogy Magyarországon, és ugye itt megjelent egy cikk, amit te írtál most január elején a Világgazdaságban, egy előre bejelentett boom anatómiája címmel, ami azokat a kutatásokat rendezi egy olvasható rövid formában, hogy ugye a vagyonosok fogyasztási szokásainak van egy evolúciója. És hogy most már Magyarországon mekkora ez a réteg, aki már itt tart? Hát szerintem az adatok alapján, amiből a cikk született, most olyan 11-12 ezer főnél tartunk. Ez a nemzetközi sztenderdeket. Mennyi a nyilvántartott magyar műgyűjtők száma? Hát 200-300. Ugye nyilvántartott ez így nem jó szó, mert különböző becslések vannak. Becsült, igen. Igen, ez ilyen 200-300. Ehhez képest is szeretném itt egy kicsit felhívni a figyelmet, hogy ez a 7 szemeszter, ami eddig lement a képzésünkből, ez potenciálisan akár 100 új műgyűjtőt is jelenthet hosszabb távon, vagyis írtózatos méretbeli növekedés lehetne ezzel elérni. Dinamikusan ível fölfele a műgyűjtő. Na, visszatérve úgymond a gazdagokra, ugye amit tudunk, itt azzal a számmal dolgoznak, hogy ugye akinek 300 forintra átszámítva 300 millió likvid vagyona van, tehát itt nem az ingatlanja, nem a cégei, hanem ami közvetlenül a számláján mozdítható, legalábbis ezt használják a privát bankárok. Tehát erre a számra mondtam a 11-12 ezeret, ami fantasztikus jóslat, ugye több szempontból is Magyarországon, hogy ez egy 4-5 éven belül el fog érni a 15 ezer főt. Hát ez már nem kevés. Nem kevés. Tehát ez a vagyoni része, tehát az a lehetséges potenciál, akik egyáltalán alkalmasak arra, hogy műtárgyakat vegyenek. Ugye ebben most nem tudom, hogy bele tudunk-e menni, de ez egy érdekes kérdés, a műtárgyak ára. Tehát, hogy lehet-e olcsó egy műtárgy, vagy nem lehet. Miközben erről egy nagy vita folyik, akár éppen a művészek részéről is, akik néha sokalják a magas árakat, ugyanakkor abban a pillanatban nem sokalják, amikor a saját megélhetésükről van szó. Most nem azért, csak ugye van egy termelési potenciálja minden művésznek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy elég korlátozott valami, hogy egy évben hány művet tud előállítani. Igen, ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, és ezt időnként én elmondom, hogy régen ugye úgy volt, akár a szocializmusban, akár ugye régebben se készült több mű sokszor egy művésztől, mert mindenki egy limitált személyiség, és egy festménynek vannak bizonyos fázisai, amik ugye behatároltak, hanem ugye ott működött egy olyan háttér, ami kellő számú multiplit, részkarcokat, litográfiákat állítottak elő, és ezzel a művésznek a neve, brandje az építhető volt, és széles tömegek számára tették hozzáférhető, hogy kvázi eredeti műalkotásokhoz jusson hozzá, hiszen ezek ugye limitált számú nyomatok voltak, művész szignóját tartalmazták, nagyon fontos, hogy hozzáért, ugye ez a fajta erekje
státusza megvolt ezeknek a dolgoknak, és ez mára valahogy kikopott. Mennyire gyakorlat ez kint, és mennyire lenne relevanciája itthon? Hát mindenesetre én abból nem indulnék ki, ami a rendszerváltozás előtt volt, mert azt gondolom, hogy ez a fajta piac, amit ott felépítettek, ez egy mesterséges piac volt, tehát nem azokra a művészekre épített, ahol jogos lenne az, hogy ezek a másodlagos vagy harmadlagos termékek is hozzájáruljanak az ő és a... Én inkább ugye itt a technikai részére, tehát ugye Andy Warhol az évek óta világ első számú. De ugye a szitanyomatokkal... Az 1500. művésznek nem lehet eladni még elviselhető áron sem a szitanyomatait, tehát ezért mondom azt, hogy ez nem jó példa pont a rendszerváltozás előtti is, mert olyan művészektől is lehetett mennyiségben hasonló típusú tárgyakat vásárolni, ami nem volt indokolt. Nem volt piac. Igen. Ez nem volt ugye most vannak piac. Az egyedi műtárgyak, amirén van a vita, hogy most akkor nyugati árszint, vagy pedig magyar árszint, és ugye eladható, vagy nem, és ugye aztán utána meg vannak az IKEA-s poszterek, és közte meg gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy elég nagy a vákum. Igen, de akkor lehet felépíteni ezt a részét, ezt a piacnak, ezt a szegmest, hogyha a felette lévő szegmens fel van építve. Tehát mondjuk akkor tudod valakinek eladni a nyomatait, hogyha el lehet adni az olajképeit is megfelelő áron. Ez így van, tehát én ezt szoktam mondani, hogy ez egy fölülről építkező piac, tehát ugye itt fölülről kell építeni, de törekedni kell, hogy ugye ez a hierarchikus piac, ennek a bázisa minél szélesebb legyen. Tehát ugye nyilván. Tehát az ugye, mint a filmnél is, ugye a nagy biznisz ugye az a merchandising, a pólók, meg a kulcstartók, minden, ami nagy tömegeket ér el. Ez szerintem ez teljesen paralel. Így van. Teljesen jó. Mi itt a CCA-ban kezdetől fogva hangsúlyt helyezünk arra, hogy ennek az egész szektornak a rendszerét mutassuk be. Miért fontos magát ezt a rendszert megismertetni az emberekkel szerinted? Ha valaki vásárolni vagy gyűjteni akar, már pedig itt a hallgatóink nagy része ezt a kettőt szeretné, akkor mindenképpen látnia kell azt, hogy hol érdemes beszerezni, mit érdemes beszerezni, mire kell vigyáznia, stb. Ehhez viszont az egész rendszert át kell látni. Tehát ez nem egy egyszerű piac, ugye van egyszer az Artworldnek a rendszere, aminek persze része a piac is, de van egy másik súlypontja, ez a klasszikus szakmai, akadémikus múzeumi rész, ugye, ami elsősorban a világító tornyait felállítja ennek az egész nagyon bonyolult rendszernek, hogy átlátható legyen, kijelöli az értékpontokat, és akkor ehhez igazodva, ezt egy kicsit lögdösve alakítva működik a piac. Na most ezt valaki látja át tökéletesen, akkor se a minőséget nem fogja megtalálni, se azt, hogy ezt hol érdemes megvásárolnia, hol érdemes majd eladnia, ne adj Isten, mert befektetni is lehet. Tehát akkor kijelenthetjük, hogy a rendszer fenntarthatósági eszenciája ez a piac. Bonyolult. Itt valójában ez egy kétlábú rendszer, tehát az a rész, amiről az előbb beszéltem, az akadémikus, illetve a múzeumi rész, az tulajdonképpen fontos, hogy ne legyen teljesen a piac befolyása alatt, mert a hitelességét annak, hogy az értékeket ő határozza meg, vagy ő mondja meg, hogy mi a mainstream, ennek a hitelességét, az elfogadhatóságát az adja meg, hogy ő nem a piacról kapja csak a pénzt. Azért mondtam, hogy itt van egy igen. Ügyes játék az államok, a közösségi pénzek és a piac között. Itt ugye egy kicsit már az intézményrendszert feszegetjük, talán odaértünk, hogy mennyiben hiányos Magyarországon jelenleg a kortárs szektort validáló intézményrendszer, ugye a maga függetlenségében. Hát hipotetikus kérdés pont, volt, pont ez a, beszéljünk pont, róla. Pont ez a probléma, így van, hogy ezt a fajta függetlenséget az állami önkormányzati, illetve közösségi intézményrendszernek kéne produkálni, ami a jelenlegi keretek közt nem tudja, mert olyan politikai hatások alatt van, amik ezt befolyásolják. Tehát részben bizonyos intézmények kiestek az eddigi kortárs rendszerből, most az mindegy, hogy hasznosulnak-e másképp, mert van, amelyik hasznosul, de a kortárs rendszer szegényedett velük. Például.
Hát most itt konkrétan a Kápára gondoltam, ugye, mert az az, ami azt gondolom, hogy nem egy rosszul működő intézmény, ugyanakkor viszont az ERSZ... Ami régebben ERSZ múzeum. Az ERSZ múzeumként ez egy nagyon-nagyon fontos kiállítóhelye volt a kortárs intézményrendszernek, ami nem a műcsarnok mellett. Nem pótol, így van, a műcsarnok mellett, amely műcsarnok megint csak egy olyan ütközőpont lett, ahova van, akik nem mennek el kiállítani, van, akik nem mennek el megnézni a kiállításokat, mások mégis kiállítanak, stb. Az a lényeg, hogy nem tud egy közös, egy integrációs és egyben validáló hely lenni. És nincs helyette másik. Ugye? Tehát ez a fő probléma, mert kit érdekel a műcsarnok, ha van másik műcsarnok. Mennyire iparág, vagy mennyire kéne annak lenni ennek a szektornak? Nyilvánvalóan mindenhol iparág, még nálunk is az, hogyha nem is mutatja minden olyan jellemzőjét, ami sokan nem tudják. Tessék? Sokan nem tudják. Igen, az, hogy nem tudják, nem látják az összefüggést. Sőt, ellenkeznek is. Ezt az összefüggésrendszert, amiről beszéltünk, azt gondolom, de ezen már kezdünk túl lenni. Tehát, hogy azok a szereplők, és itt most kurátorokról is beszélek, és a jobban működő kiállítók, non-profit kiállító helyekről is, akik régebben talán kevésbé voltak ezzel tisztában, ma már látják, hogy nekik van helyük ebben az összefüggő rendszerben, ami egy iparág természetesen, tehát ugyanúgy tudják, hogy ők hogyan befolyásolják a műpiacot, illetve a műpiac hogyan befolyásolja őket. Uh-huh. Most ugye elkezdtek nemrég kreatív iparról beszélni, ez örvendetes, mert mondjuk már gyakorlatilag ötödik éve feszegetjük ezt a kérdést, hogy miért nincs ez a nagyon komoly szegmens beintegrálva mondjuk így a nemzetgazdaságba, miért egy olyan szektor, amik pénzt visszaért, hogy pénzt hozna, holott ugye nemzetgazdaságilag látszik külföldi példákból, hogy ez egy nagyon potens vegyipar, gépjárműgyártás előtt jár mindenütt a világon, és hogy ezt Magyarországon is meg lehetett csinálni, van már miniszteri biztos Fülöp József a MOME rektora. Várható, hogy itt a kreatív ipar valamiképpen egy kis hátszeret kap. Várható-e ez a kérdés, hogy ez katalizálja esetleg azokat a folyamatokat, amiben mindenki ezt a szerepet iparági szemlélettel tudja művelni, és esetleg várható, hogy például az MMA, aki jelenleg művészet témában az egyetlen törvényileg fölkent szervezet ennek az egésznek az összefogására, hogy például azt mondja, hogy tévedtünk, ennek a műcsarnoknak például függetlennek kéne lenni, és ez a nemzetközi kortárs érvényesülés szempontjából egy olyan dolog, amit hát vissza kell csinálni. Jó, itt két kérdést tettél fel valójában. A kreatív ipar kifejezésnek a használata szerintem önmagában problémás, mert legalábbis Magyarországon, de nem csak Magyarországon, jobban kötődik a design, formatervezés, illetve a vizuális művészeteknek a mindennapos marketingben való felhasználásával. Tehát inkább ehhez kötődik, míg ugye a kortárs képzőművészet bár részben érintkezik ezzel, és nem is lehet éles határokat húzni, alapjában egy kritikai szegmense ennek az egész tartománynak. Tehát én egyértelműen nem fognám ezt egy iparágá össze, sőt azt gondolom, hogy mindig is egy kicsit párhuzamos utakat fognak járni. És ez tulajdonképpen a válasz a másik kérdésre is. Emiatt a kritikai mi volt, vagy legalábbis dominánsan kritikai mi volt, mert nyilván kortárs művész az is, aki nem gondolkodik fogalmakban, nem gondolkodik konceptekben, hanem mondjuk csak színekben. Geometriában. Vagy csak geometriában, így van, de dominánsan lehet mondani, hogy a kortárs művészet azt a környezetet reagálja le, amiben ő létezik. Legalábbis ma ezt tartja a legfontosabbnak, és ez már tart 20-30-40 éve. Tehát ez ellentmond annak a szemléletnek, ami létrehozta az MMA-t, illetve ami az MMA-nak a szemlélete. Nyilvánvalóan megpróbál fix, határozott értékeket kijelölni, és ez alapján normatívan megítélni művészeket és műveket. Ezt nem lehet, ez egy nyitott, dinamikus, kritikus világ, nem fér bele ezekbe a dobozokba, főleg ha ezek mögött még politikai tartalom is van. Igen, én is egy kicsit attól tartok, hogy ez a kreatív ipar, amelyik ellen már ugye nagyon sok intézményvezető ugye ágál, hogy ők nem tartoznak ahhoz, hogy az én olvasatomban pedig
ugye nem kell kitalálni, tehát hogy beítjük kreatív ipar, Wikipédiába globálisan ez a dolog definiálva van, és akkor bele van építészet is, nagyon érdekes, hogy itt az építészek se tudják, hogy a kreatív ipar, azt hiszik sokszor, hogy az építőiparhoz tartoznak, tehát hogy nagyon sok minden bele tartozik, és oda szeretném terelni a szót, hogy szükségét láttuk annak, ugye itt a CCA-nak az evolúciójában, hogy legyen egy könyv. És ezt a könyvet, itt megmutatom a kamerának, ezt te megírtad tavaly, és mi ki is adtuk, és eléggé azt mondom, hogy sikeres volt, nagyon szerintem mindenki mondta, hogy hibát még nagyon nem találtak benne, és nagyon szép is lett. A könyvbemutatóról, mielőtt itt a könyvről elkezdenénk beszélni, a könyvbemutatóról készült egy kis videó, ahol volt mindenfajta előadás is, piacprognózis és egyéb. Nézzük meg, kérném a bejátszást. Miben más ez a könyv, mint az eddigiek? Hát azt gondolom, hogy a holisztikus szemléletében, bár ugye volt erre egy példa, ez szerintem elég jó példa, a Rechnitzernek a könyve, ami ráadásul ugye hitelesítődött is azáltal, hogy ő mint gyűjtő is. Rechnitzer János beszélünk, Győri. Igen, de ugye az ő könyve még jóval az Európai Unióba való belépésünk előtt született, ami az egyébként is, hát nem is tudom mikor volt ez, 20 éve körülbelül, már a könyv megjelenése, az egyébként is 20 év alatt természetes elavulását rettentően felgyorsította, mert egyszerűen a jogi és a gazdasági környezet, sőt az intézményrendszer is brutális gyorsasággal megváltozott. Tehát különben azt mondtam volna, hogy nem kell ilyen könyv. Amit mi még hozzáraktunk, az az, hogy nemzetközi szintre szélesítettük a látókört, mert szerettünk volna olyan mintákat mutatni, amik esetleg nem mind működnek ma még 100%-osan Magyarországon, de kell, hogy működjenek ahhoz, hogy ez egy jól működő, feltörekvő piac lehessen. Uh-huh. Nagyon örültem neki egyébként, túl azon, hogy ilyen csinos lett a könyv. Miért lett ez rózsaszín? Eláruljuk. Persze, áruljuk el mindenki, miért és miért rózsaszín. Hát hozzáöltözöm mindig a könyvhöz. Én csak illetve hát részben ugye háttérből segítettelek tanácsokkal az első 6 szemeszterben, illetve előadóként vettem részt, tehát én csak előadóként találkoztam a közönséggel, de megdöbbenve kellett felfedeznem, hogy a 80%-uk nő. Igen. És azt is látom a olvasmányaimból, hogy ez egy nemzetközi trend is, tehát a nők jönnek fel a gyűjtők körében is, és a vásárlók körében is. Ezért szerettünk volna nekik kedvezni egy olyan nézetében is egy olyan könyvvel, ami vonzóvá teszi azt a szöveget is, ami igen, nagyon jellegzetes lett egyébként, és mondják, hogy ez milyen szexi és egyéb, de egyébként a téma is ezt a dolgot valahogy én egyébként is kedvelem ezt a szintet. Igen, igen, nagyon jó. És valóban igazad van, tehát hogy nagyon érdekes, hogy a hölgyek azok nyitottak, és egyébként nagyon sok műgyűjtő, lelkületű férfi az, aki ide elküldi például a feleségét. Mert ugye ezek már üzletemberek, nagyon elfoglaltak, és ugye a hétvégéig is ide megyek, oda megyek, és a hölgyeknek ez nem csak egyfajta menekülő útvonal, vagy egy kicsit ugye
ugye a saját személyiségüket is fejleszték, hanem bizony ilyen előretolt helyőrség. Tehát, hogy nekünk kellene ilyen kis trójai falovak bevenni azokat a várakat, amiket egyébként nagyon nehéz elérni. Ugye a privát bankár szektoroknál van az a vagyon, amelyik nem kis mértékben megoldás lehetne arra a fajta portfólió diverzifikálásra, hogyha ezt a dolgot ilyen csúnya szóval mondom, ami kint már gyakorlat, hogy a bankoknál kortárs műtárgyak, azok nagyon komoly hitelfedezeti értéket képviselnek, hogy röviden esetleg, hogy Magyarországon ez még miért nincs így? Hát ugye történeti okai vannak elsősorban. Tulajdonképpen az a vagyonos osztály, akiről most beszélünk, amit az előbb számszerűsítettünk, az nem olyan régen jött létre, azt kell, hogy mondjam. Az, hogy ez, hagyd tegyek egy zárójelet, milyen társadalmi problémákat okoz vagy okozhat, az egy nehezebb kérdés, de mivel nekünk most nem ez a feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk. Lényeg az, hogy a középosztály, aki tulajdonképpen a vásárlója volt korábban annak a műtárgy állománynak, amiről az előbb beszéltél a rendszerváltozás előtt, ez kiszorul, vagy kiszorult részben a piacról. Ez a vagyonos osztály viszont túl fiatal, tehát a vagyonosodáshoz, ezt tudjuk több helyről is, illetve a vagyonosodásnak vannak fázisai, tehát a vagyonosodáshoz kötődő fogyasztásnak. Ugye, ahogy egyszer mondtad is, a fogyasztás evolúciója. Ugye, hát ez részben összefügg azzal az élménnyel, amit a vagyonosodás jelent. Tehát első fázis az mindenképpen az, hogy hozzáférjek azokhoz az exkluzív luxus javakhoz, amikhez eddig nem fértem hozzá. Ez teljesen érthető, ezen általában mindenki átmegy. Így van. Ez rejtőzködéssel jár még, tehát ez azt jelenti, hogy elsősorban részben olyan dolgot fogyasztok, ami hétköznapi, tehát egy autó, egy jacht, egy ház, egy jacuzzi. És nagyon sok embernek ezek már megvannak. Így tehát, van. Hogy a második fázis az, hogy vigyázni akarok a pénzemre. Ez a befektetési fázis. Ebben már szóba jöhet a műtárgy, ugye, mivel azt is tudjuk erről a vagyonos kategóriáról, hogy elsősorban a privát bankárokra hallgat. Tehát itt az edukációnak majd ez egy fontos vonala lenne, hogy a privát bankárok edukációja mikor és milyen mértékben történik. Elkezdtük, ugye most júniusban az MKB privát bankárait képeztük, és már felkérésünk van több intézménytől erre. Rajta vagyunk. Lényeg az, hogy elsősorban a privát bankárokra hallgatnak, tehát már a befektetési résznél is szóba jöhetne a műtárgy. Ugye tudjuk, hogy a szakirodalom szerint két olyan szempont van, ami alapján joggal ajánlható. Az egyik, hogyha valaki hosszú távon akar csak értéket megőrizni, vagy hasznot realizálni, akkor ez egy olyan befektetési szegmens, ami egy ilyen 20 éves táblatban biztos, hogy alkalmas. Persze, ha jól választottuk ki a műveket. A másik, ami rövid távon is működik, azt mondják, hogy az infláció ellen kiváló eszköz a portfólió diverzifikáció. Tehát, hogy most e fele tartunk, mondhatjuk. Így van, ez a második. A harmadik fázis, ugye, ami most már azért egy csomó embernél eljött, aki vagyonosodik, az, amikor elkezd nyíltan fogyasztani, és ez az a fázis, amihez a legjobban kötik a műgyűjtést, illetve a műtárgy vásárlást, akár csak az otthon díszítésére, vagy egyszerű élvezetből, ajándékozásból, stb. Szuper. Erről is egyébként valamiképpen írsz ebbe a könyvbe, és most vége fele tart a műsoridőnk, hogy a mai műsor aktualitása, hogy rövidesen indul az első haladó kurzusa a CCA-n. Erről esetleg egy pár szót mondja, hogy miben más ez, mint az eddigiek. Igazából az egész céna, persze leginkább a galériásokra vonatkozik, részben a kurátorokra, de ránk is felismerte, hogy a magyar kortárs művészet csak akkor eladható, hogyha a története is eladható Nyugat-Európában. Ebből kifolyólag indult meg egy olyan fajta feldolgozása a 60-as éveknek, aminek már látjuk az eredményeit, ugye a nyugat-európai szereplésekben. Ami most a következő lépés, és aminek a kanonizációja folyik, az a 70-es évek. És úgy gondoltuk, hogy nyakon ragadjuk az alkalmat, és összeszedjük azokat a legjobb kutatókat és előadókat,
akik a 70-es évek egy-egy szeletéről valami nagyon pontosat és fontosat tudnak mondani, és mint egy egyetemi kurzus megcsináltuk a 70-es évek haladó kurzusát. Hol érhető el ez a program, ha valaki szeretné megtekinteni? Hát a honlapunkon. Így van. Igen. Oké, ennyi ért bele a mai műsoridő, mondjuk a honlap címet www.contemporary.hu. Ezen meg tudják nézni az összes programunkat, kurzusainkat és magát a könyvet is meg lehet rendelni. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál. Ez volt a heti kortárs. Tartsanak velünk, foglalkozzanak a kortárs műgyűjtéssel, és legközelebb is várjuk Önöket szeretettel. Köszönöm.